tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelten köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatónkon. Külön tisztelettel teszem ezt meg, ezt a köszöntést Illés Boglárka helyettes államtitkárasszony irányába köszöntöm Gulyás Ferenc intézményvezető asszonyt, illetve Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes asszonyt. A mai sajtótájékoztatónk apropóját két dolog is adja. Az egyik az, hogy nemrégiben egy óriási kitüntetésben volt részünk. Karcagváros önkormányzata megkapta a tehetségbarát önkormányzat címet, illetve egy életmű díjjal is gazdagodott a város a Bonis Bona díjjal, amit Lévainé Kovács Róza intézményvezető helyettes asszony kapott meg. Mind a két díj kitüntetés óriási elismerés a városunk számára, hiszen a tehetségekkel foglalkozni és ott eredményeket elérni mindenképpen egy kiemelt feladat számunkra, ahogy mindig is az volt a város mindenkori vezetése számára is, hiszen amellett, hogy szinte spontán is ontotta magából ez a település a tehetségeket, és ez legyen a tudomány, a művészet, a kultúra, a politika, a gazdaság, pénzügy, orvostudomány, és lehetne még reggelig sorolni, hogy mi mindenben voltak és kerültek innen ki tehetséges emberek ebből a városból. Hát mindenképpen az kell, hogy valamilyen plusz lendületet is adjon a település mindenkori vezetése ahhoz, hogy ezek még könnyebben és még kézenfekvő módon történjenek meg. Valóban sok-sok híresség került innen ki. Ha más nem mondok, az, hogy városunknak van egy Nobel-díja szülötte is, például Avram Herskó személyében, aki kémiai Nobel-díjat kapott, és most nem is sorolok senki mást, hiszen valóban vége láthatatlan sorban állnak azok, akik a városunk hírnevét öregbítették valamilyen szinten. Az, hogy ennek mi lehet az oka, az sok mindenben fellelhető. Én gondolom, hogy mindenképpen a nevelés és az oktatás az egy nagyon fontos szerep amellett, hogy a családok természetesen odafigyelnek a csemetéikre, tehát így együtt dolgozva, együtt munkálkodva egy olyan pályát, életpályát lehet biztosítani a felnövekvő generációk számára, ami biztosítja azt, hogy a tehetségüket kibontakoztathassák. Ez régen is így volt, és most is így van. Mi is azon munkálkodunk, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg mind a nevelés, mind az oktatás területén. Sok példát lehetne itt is mondani, gyakorlatilag az összes óvodánk valamilyen felújításon ment keresztül. Volt jó néhány, amelyik részleges, volt jó néhány, ami teljes felújítást kapott, tehát olyan körülményeket próbálunk biztosítani az oda járó gyermekek és az ott dolgozók számára, ami 21. századi mintát mutathat, és ugyanez jellemző természetesen az oktatási intézményeinkre is. Emellett számtalan olyan példát lehet felsorolni, ami tovább segíti a diákokat, legyen az általános iskolás, középiskolás vagy felsőoktatásban tanulók. Burza Hungarikát tudnám kiemelni elsőként. 2000-től kezdődően minden évben részt veszünk ebben a támogatási rendszerben, több millió forinttal segítve a Karcagról felsőoktatásban tanuló diákokat, de még ezt megelőzően is már az 1900-as évek közepétől kezdődően a szociálisan rászoruló, de tehetséges diákoknak a Karcagváros önkormányzata egy külön ösztöndíj rendszert alapított, és azt is folyamatosan fenntartjuk azóta is, tehát azon munkálkodunk, dolgozunk, hogy mind a óvodákban, iskolákban nevelendő, oktatandó gyermekek, mind a pedagógusok, legyen az óvodapedagógus, vagy általános iskola, illetve középiskolás pedagógus olyan körülmények
között tehesse a tevékenységét, végezhesse munkáját, ami segíti azokat, akik valamilyen tehetséggel meg vannak áldva. Sokszor elmondtam már, hogy szent meggyőződésem, hogy minden gyermekben rejlik valamilyen kincs, ennek a kibontakoztatása kutya kötelességünk. Pedagógus lévén én is úgy érzem, hogy ebben mindig is élen kell járni, hiszen az nem csak az egyénnek nagyon-nagyon fontos, hanem szerintem a közösségnek, a településünknek és a településen keresztül az egész ország számára, de közvetlenül példát mutat azoknak a gyermekeknek is, akik valamilyen tehetséges másik gyermeknek az osztálytársai, csoporttársai, tehát egy húzó erőt képezhet valamilyen tehetségnek a kibontakoztatása. Tudjuk nagyon jól, hogy az óvodáink mindegyikében folyik valamilyen olyan műhely munka, ami ezt elősegíti, mindegyik óvodában más területen, ez is gazdagítja és színesíti a városban folyó nevelő munkát. Röviden, bevezetésképpen ennyit szerettem volna elmondani, és akkor átadom a szót helyettes államtitkár asszonynak, Illés Boglárkának. Ahogy polgármester úr is említette, mi is abban hiszünk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, minden fiatal tehetséges valamiben, és a mi feladatunk megtalálni azt, hogy miben. És nagyon sokan azt mondják, hogy a jövő ígérete a jelen tehetségeiben rejlik. Ebben is hiszünk, mint ahogy abban is, hogy a fiatalok akkor tudnak a jövőben a nemzet tartó pilléreivé válni, hogyha a jelenben minden olyan támogatást megkapnak, amely elősegíti azt, hogy az ő tehetségterületüket beazonosítsuk, majd folyamatosan támogassuk, és a társadalmi hasznosulását is elősegítsük. Ezt felismerve alkotta meg az Országgyűlés a Nemzeti Tehetségprogramot, amely egy 20 éves stratégia, és ezen kereteken belül nyílik, vagy nyílt arra lehetőségünk, hogy a tehetséggondozást a lehető legszélesebb körben tudjuk megvalósítani. Amikor a program indult, akkor is már több ezer fiatalnak tudtunk a Nemzeti Tehetségprogramon keresztül segíteni, de most már elmondhatjuk, hogy évente 300-350 ezer fiatalnak tudunk közvetett vagy közvetlen módon keresztül támogatásban biztosítani és támogatást nyújtani. A közvetett támogatás az azt jelenti, vagy azt akarja, hogy pályázatokat írunk ki, és a pályázatokon keresztül óvodák, iskolák, intézmények, civil szervezetek tudnak támogatást kérelmet benyújtani. A közvetlen támogatás pedig a Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj, amelyre 2015 óta van lehetőség, és akár 1 millió forinttal is tudjuk támogatni a tehetséges fiatalokat. Nagyon fontos, hogy a program szintén amikor indult, akkor kevesebb, mint 500 millió forint állt a rendelkezésünkre. Most már több, mint 6-szorosára bővült az a forrás, az a keret, amellyel támogatni tudjuk a tehetséges fiatalokat. 2019-ben már több, mint 3,3 milliárd forinttal tudjuk támogatásba részesíteni a fiatalokat, de ez nem csak a mi érdemünk, vagy nem elsődlegesen a mi érdemünk, hanem sokkal inkább az adófizető állampolgároknak az érdeme, hiszen a forrás alapját, vagy a forrás, teljes forrásnak a felét az adófizető állampolgárok 1%-os felajánlással jelentik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor a NAV közzé tette idén szeptemberben az 1%-os felajánlásoknak a mértékét, akkor láttuk, hogy a tavalyihoz képest idén nagyobb mértékben ajánlották fel az adófizető állampolgárok az 1%-os felajánlásaikat a Nemzeti Tehetségprogram javára. Ez is azt igazolja, hogy a magyar állampolgárok, a magyar adófizető állampolgárok azt látják és úgy érzik, hogy a tehetséggondozásban van a kulcs, és a Nemzeti Tehetségprogramon keresztül megfelelően tudjuk támogatásba részesíteni a fiatalokat. De azt is tudjuk, hogy mindez kevés lenne, szükségünk van az iskolák, a civil szervezetek, intézményeknek a támogató együttműködésére, és éppen ezért alapítottuk meg 2013-ban a Bónisz Búna díjat, amellyel egyszerre szeretnénk egy erkölcsi és egy anyagi elismerésben részesíteni azokat a szakembereket, pedagógusokat, azokat az intézményeket, amelyek a tehetséggondozás területén már a múltban is példaértékű tevékenységet végeztek és folytattak. De talán még ez is kevés lenne, hiszen önkormányzatok nélkül, vagy egy önkormányzati tehetségeket támogató légkör és környezet nélkül nehezebb dolgunk lenne, nem csak nekünk, hanem ugyanúgy a
ugyanúgy az intézményeknek is, és ezért tartottuk fontosnak, hogy azokat az önkormányzatokat tehetségbarát önkormányzat díjban részesítsük, akik már a múltban is példaértékű tevékenységet végeztek a tehetséggondozás terén. Éppen ezért vagyunk itt Karcagon, hiszen Karcag is azon 6 önkormányzat között van, akik idén tehetségbarát önkormányzat díjban részesültek, és úgy, ahogy a karcagiak és a karcagi intézmények, iskolák is, mi is úgy gondoljuk, hogy már óvodáskortól kezdve tudjuk a tehetségeket támogatni, az ő tehetségterületüket beazonosítani, majd folyamatosan figyelemmel kísérni annak érdekében, hogy minden fiatal ki tudja bontakoztatni a benne rejlő tehetséget. És a pedagógusok, tehetséggondozással foglalkozó szakembereknek az elismerése is kiemelten fontos. Részben azért, mert amikor a fiatalokat megkérdezzük arról, hogy kiket tekintenek példaképnek, és azért ez nagyon fontos, hogy amikor a fiataloknak az önképük kialakul, akkor a mintakövető magatartás az náluk is megjelenik. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a youtuberek vagy a vloggerek világába most már a celebek azok, akik vezető helyet foglalnak el. Hát nem, mert a 2000-es évek óta 4 évente végzünk nagymintás ifjúságkutatást, 8000 fiatalt kérdezünk meg arról, kiket tekintenek példaképnek, és a család, valamint a pedagógusok és az iskolában dolgozó szakemberek megelőzik, magasan megelőzik, mind a celebek, mind a youtuberek, mind a vloggerek világát. Éppen ezért nagyon fontos, hogy elismerésben részesítsük azokat a tehetséggondozással foglalkozó szakembereket és pedagógusokat, akik elkötelezetten végzik ezt a munkát, és éppen ezért öröm a számunkra, hogy Karcagot nem csak mint tehetségbarát önkormányzat díjjal tudtuk elismerni az itt folyó munkát, hanem egy Bónis Bóna életmű díjjal is, és éppen ezért át is szeretném adni a szót Lévainé Kovács Rózának. Köszönöm szépen helyettes államtitkárasszonynak a szót. Munkámra talán leginkább jellemző Öveges József professzor úr gondolata: legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást, örömet adhatok. Örömet adni is jó, de kapni is jó. Ez a bónusz bónadi nagyon nagy öröm volt számomra, hisz egy több évtizedes munkát, egy közösség munkáját ismerte el. Ennek kapcsán egy kicsit átgondoltam a végzett tevékenységem, sok-sok minden kötődik hozzám ez alatt a néhány évtized alatt, de természetesen ez egy csapatmunka volt, benne van az önkormányzatunk is, hisz 2009-ben az önkormányzat bátorítására regisztráltattam a tehetségpontot, és vált belőle kétszeresen kiváló tehetségpont. Azóta pályázom rendszeresen a már említett Nemzeti Tehetségprogram keretében. Évről évre van egy sikeres projektünk a gyerekekkel, ahol játékosan próbáljuk kutatni a természetet, és sok mindent megtanulni e közben. De nagy-nagy öröm volt számomra, hogy a javaslatot előterjesztő, a Karcagi Tankerületi Központ ilyen mértékben figyelemmel kísérte a munkám, bízott bennem, és jelölt, támogatott. Mondtam, csapatmunka, kellenek azok a kollégák, akik a programjaimat, az álmaimat megvalósítják velem együtt, illetve a gyerekek, sok-sok vállalkozó, segítő, és nem utolsó sorban a kedves férjem Légvai Kálmán, aki mindehhez a sok-sok munkához a hátteret biztosítja. De hogy mi is volt ez a sok-sok munka, röviden egy-két dolgot megpróbálok belőle fölidézni. Pályám kezdetén elsősorban versenyeket készítettem gyerekeket, főleg matematikából, majd később szaktanácsadóként bekapcsolódtam a megyei versenyek szervezésébe, matematikából és fizikából, majd következett 15 év, amikor a saját versenyemet sikerült olyan szinten felfuttatni fizikából, hogy több mint 16 ezer versenyzőt regisztrálhattam ez alatt az idő alatt. Egy év kihagyással tehát ahogy ez a 15 éves sorozat véget ért, ez volt a fizika próbaverseny időszaka, utána egy országos matematika verseny megyei koordinátori feladatait vállaltam el, majd a kollégák unszolására újra indítottam egy fizika versenyt, ez már a Fizika Plusz névre hallgat, és ez tart azóta is.
országos szintűvé nőtte ki magát. Szerencsére nagyon kedvelik a kollégák is, és a diákok is. Ennek a díjnak egyik kitétele, hogy országos szinten is kell tevékenykedni. Nálam még az Öveges József fizika verseny, a Kárpát-medencei Öveges József fizika verseny rendezése is megfelelt ennek a szempontnak. 2011 óta országos szinten koordinálom ennek a megmérettetésnek a folyamatát. Ezen kívül fizika kört vezetek, újabban nagyobb hangsúlyt a fizika oktatására, természettudományos szemléletformálásra fordítom. A fizika körrel megpróbáljuk a gyerekekhez közel vinni, tehát az iskolatársak, a fizika tudományát közel vinni. Az iskolatársaknak tartunk kísérleti bemutatókat, de már az óvodásoknak is, nem egy alkalommal, és ezek mind-mind olyan kellemes élmények, amik a gyerekeket is, a fizika körtagjait is motiválják arra, hogy készüljünk újabb és újabb bemutatókra, de például nyugdíjasoknak is tartottunk már hasonlót. Fontosnak tartom a példamutatást, többek között jó magam is sportolok még, és a gyerekeknek is tájékozódási futóversenyeket szervezek, ahol az ilyen irányú érdeklődésű gyerekek is megtalálhatják a sikerélményüket. Államtitkárasszony gondolatához szeretnék először is kapcsolódni, amikor azt mondta, hogy a tehetségekről úgy gondolkozunk, hogy mindenki tehetséges valamiben. Karcagon az óvodai intézmények is ezt az alapelvet vallják, hiszen azt gondoljuk, hogy valamennyi 5-7 éves kisgyermek tehetséges valamiben. Éppen ezért működik Karcagváros óvodai intézményében a Madarász Imre Egyesített Óvoda kiváló akkreditált tehetségpontban jelenleg 29 tehetséggondozó műhely, 7 tehetségterületen. Az óvodapedagógusok pszichológus támogatásával beazonosítják azt a tehetségterületet, amelybe természetes a szülők véleményét is kérjük és igényeljük, hiszen így közösen három szerepben lévő, a gyermekeket körülvevő felnőttek tudják igazándiból a közös véleményükkel beazonosítani azt a területet, amelyben már látható, hogy mely területen mutatnak kiemelkedő érdeklődést a gyermekek. A tehetséggondozó műhelyeket olyan pedagógusok vezetik, akik maguk is valamilyen területen, az adott területen tehetségesek, kiemelkedő az érdeklődésük, nyitottak a tehetséggondozás iránt, és megtalálják azokat a lehetőségeket, ahol a gyermekeket egy picikét a napi fejlesztéseken túl a tehetségük kibontakoztatása irányába tudják terelni. Ezek a műhelyek 30 órás tehetséggondozó műhelyekben valósulnak meg, amelyeknek a működtetéséhez Karcagváros önkormányzata fenntartóként nagyon komoly támogatást nyújt. Emellett a Nemzeti Tehetségprogram pályázatait folyamatosan figyelemmel kísérjük, folyamatosan pályázunk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyertes pályázatainkat meg is tudjuk valósítani. Ezen munkálatok, tevékenységek során egész év folyamán a tehetséggondozó óvodapedagógusok a gyermekekkel nagyon tágra nyílt teret biztosítanak arra, hogy az adott tehetségterületen a gyermekek élményekhez jussanak, olyan élményekhez, amelyeket elsősorban itt helyben, Karcagon, hiszen nagyon erőteljes a lokálpatriotizmus az intézményünkben, a városunkban, itt találunk meg. Így nagyon szoros kapcsolatot alakítottak ki, és alakítanak ki a tehetségműhelyekbe járó gyermekek és a tehetségműhely vezetők a helyi civil szervezetekkel, a helyi alkotóművészekkel, a helyi intézményekkel. Az alkotóművészek közül szeretném kiemelni Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművészt, akihez a gyermekek ellátogatnak rendszeresen a műhelyébe, bemutatja az alkotásait, és betekinthetnek az alkotó folyamatba.
ugyanilyen formában lehetőségük van a gyermekeknek népi iparművészek tevékenységeibe betekinteni, a gyöngyfűzés, a fafaragás, a fazekasság, a mézes kalács készítés területén túlmenően is tudnék még sorolni. Ezek igazi élményforrások a gyermekek számára, amelyek inspirációt adnak ahhoz, hogy további tevékenységekbe tovább lépjenek, fejlődjenek, saját kreatív alkotó tevékenységük kibontakozzon. Az óvodai tehetséggondozó műhelyek mellett szeretném kiemelni a városunkban működő akkreditált és kiváló akkreditált nemzetközi tehetségpontokat, hiszen ezen intézmények együttműködésével alakult meg 2015-ben a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács, dr. Fazekas Sándor miniszter úr támogatásával, Dobos László polgármester úr elnökletével. Igazándiból ez az az időpont, amikortól egy hatalmas lendületet vett városunkban a tehetséggondozó munka és tevékenység és együttműködés, hiszen innestől kezdve egy éves munkaprogram alapján dolgozik a tanács, nem csak a városban, hanem a városon kívül is. Együttműködnek intézmények, nagyon kiemelt jelentősége van a tehetséggondozó műhelyek vezetőinek a támogatásában, a képzések, továbbképzések során, abban, hogy minél mélyebben ismerkedjenek meg, minél több olyan új, innovatív módszerrel ismerkedjenek meg, amelybe a műhely munka során be tudják vinni akár az óvodás, akár az iskolás gyermekek tevékenységeibe az új módszereket. Ilyenek például a gazdagító programpárok, ahol megjelennek a tehetségműhely tevékenységek mellett azok az gazdagító élményprogramok, kiegészítő és lazító tevékenységek, amelyek nem csak az adott tehetség területhez, hanem azon túlmutatóan is gazdagítják a gyermekek tevékenységeit. Nagyon szoros az együttműködés városunkban, a tehetséggondozásban kiemelkedően résztvevő köznevelési intézmények között. Itt egészen az óvodától, az általános iskolán és a középiskolákon keresztül mondhatom ezt az együttműködést, hiszen a mai nap is egy jeles példája annak, hiszen a szakképzési centrumban digitális központ átadására került sor, ahol az óvodai logikai tehetséggondozó műhelyünk is helyet kapott egy kis sarokban. Az óvodások digitális robotikai eszközeinek támogatásával, és ők ma ott vannak ezen az alkalmon, és ezt követően ezen a területen is szeretnénk tovább lépni a tehetséggondozásban. Azt gondoljuk, hogy minden gyermek tehetséges, tehetségígéret óvodáskorban, és ez, amikor az óvodai műhelyek zárulnak júniusban, akkor ez itt nem fejeződik be, hiszen a szoros együttműködés az lehetőséget teremt arra, hogy az óvodások átlépve az iskola küszöbét ott is be tudjanak kapcsolódni. Hiszen igazgatóhelyettes asszony említette, hogy már az iskolai tehetségműhelyek és az óvodai műhelyek között is kialakult egy olyan együttműködés, amikor az iskolás gyerekek eljönnek, és az ők is kísérleteiket bemutatják az óvodásoknak. És ezt követően az óvodások is bekapcsolódhatnak, majd a saját kis tevékenységeik között ők is már próbálkoznak egy-egy tapasztalatszerzéssel, megtapasztalással. A tehetségtanács munkájában kiemelkedő jelentősége van a térségen kívüli intézményeknek a bevonásával, hiszen a tanács minden évben szervez egy nagyon komoly, nagyon széles és nagy fokú érdeklődés mellett egy szakmai fórumot, ahol bemutatkoznak a köznevelésben, intézményekben megvalósuló tehetséggondozó műhelyek. Ezeket a programokat a szakmai műhelyvezetők mutatják be, azok az intézményvezetők, ahol kiemelt jelentőségű jó gyakorlatokkal rendelkeznek, amelyek alkalmasak arra, hogy más intézmények is átvegyék a gyakorlatukat. Így a térségünkből több intézmény a
tanács együttműködése alapján vált szintén tehetségponttá. Őket segítjük abban, hogy ebben a tevékenységükben tovább tudjanak fejlődni, egy lépcsőfokkal feljebb tudjanak lépni, akkreditáltassák a tehetségpontukat, hiszen mi magunk is így fejlődtünk lépésről lépésre, hiszen a Madarász Imre Egyesített Óvoda tehetségpont 2011-ben regisztrált, 2013-ban kiváló akkreditált tehetségponttá vált, és ez a munka folyamatosan fejlődik, nagyon komoly támogatásokat kapunk ehhez a fenntartónktól, a Nemzeti Tehetségprogramtól, és bízunk abban, hogy ez a lendületes fejlődés az elkövetkezendő időszakokban is folytatódni fog, hiszen ahogyan hallottuk, a támogatási források is bővülnek, hiszen azt gondoljuk, hogy a gyerekek, akik az óvodából átlépnek az iskolába, ott belépnek, már tudjuk irányítani őket, segíteni egy-egy zenei, képzőművészeti, természeti terület irányába, merre tudnak tovább lépni, és majd később ez a kör egy picikét lehet, hogy szűkülni fog, de középiskolásként is tovább tudják vinni ezeket a tehetségterületeket, és nagyon fontosnak gondoljuk, hogy ők visszajárnak és visszajönnek, és ahogyan itt elhangzott már a mai délelőttön, példát adnak és példát mutatnak, mind az óvodás korosztálynak, mind pedig a szülőknek, hogy igen, itt helyben, a mi kis városunkban, Karcagon is lehet nagyon sokféle tehetség területen kibontakozni, kibontakoztatni, és a kibontakoztatáshoz hozzásegíteni a gyermekeinket. Köszönöm szépen. Tisztelt jelenlévők, mindenképpen örömteli azt érezni, hallani, hogy mind a kormány, mind a szakminisztérium, mind jelen esetben Karcag város önkormányzata és a Karcagon, a városban élő és dolgozó pedagógusok hasonlóképpen gondolkoznak, és a cél azonos, valóban kiművelt emberfőket képezni, nyilvánvalóan fiatalkorban elkezdeni a nevelésüket, oktatásukat, a tehetségük kibontakoztatását, és hogyha közösen e cél mellett, illetve mentén haladunk, akkor nyilvánvalóan ez egy pozitív, kicsengésű dolog lehet, és kívánom minden önkormányzatnak, hogy hasonlóképpen tudjon segíteni és dolgozni ebben az ügyben. Köszönöm szépen, hogy a hölgyeknek, hogy megjelentek és részt vettek a sajtótájékoztatón. Nagyon sok okos gondolat hangzott el. Köszönöm a részvételt, köszönöm a média munkatársainak a segítségét és az érdeklődését.